Üdvözöllek benneteket! Most induló videósorozatunkban olyan számkifejezésekkel ismerkedünk, melyek törteket tartalmaznak. Eddig leckeinkben megtanultuk, hogy mi a tendő, ha két vagy három törtet szeretnénk összeadni, kivonni, szorozni, osztani. Nézzük, hogyan tudunk megoldani olyan feladatokat, melyekben egyszerre két vagy akár több matematikai művelet is szerepel. Sorozatunk első részében egyelőre csak olyan feladatokat oldunk, melyben szorzás, illetve osztás található. Ezeknél a feladatoknál nagyon fontos, hogy tudjuk a műveletek sorrendjét. Ismételjük át, ha egy feladatban több művelet is szerepel, első lépésként mindig a zárójelet oldjuk meg, a következő lépésben a szorzás és az osztás, és mindig a végére marad az összeadás és a kivonás. E rövid kis bevezető után nézzük az első feladatunkat, melyben a 4.15-öt el kell osztani 8.9-del és megszorozni 1.13.27-del. Amint láthatjuk, ebben a feladatban két művelet is található, egy osztás és egy szorzás. Mivel ez a két művelet egyenrangú, így az előfordulásuk sorrendjében oldjuk meg őket, ami azt jelenti, hogy először osztunk és utána szorzunk. Olyan, mintha az osztás külön zárójelbe lenne. Nézzük, kezdjük el megoldani a feladatot. Első lépésként tehát oldjuk meg az osztást, ami azt jelenti, hogy átalakítjuk szorzással. Az első törtet csak lemásolom, a 4.15-öt, ezt megszorzom a 8.9-nek a reciprok értékével, ami 9.8-ad. És ugyanebben a lépésben az 1.13.27-et átalakítom vegyes törté, 1 27 az 27, plusz 13 az 40, 27 -ed. Miután megszabadultam az osztástól, valójában ezt a három törtet kell, hogy összeszorozzam, de mielőtt összeszoroznám a számlalókat és külön a nevezőket, próbáljuk meg egyszerűsíteni. Tudjuk, hogy az egyszerűsítés folyamatát több lépésben is megoldhatjuk, tetszőleges sorrendben. Én elsősorban egyszerűsítem a 4-et és a 8-at, mindkét számozható 4-jel, 4-ben a 4 megvan egyszer, 8-ban a 4 megvan kétszer. A következő lépésben a 9-et és a 27-et, hiszen mindkét számozható 9 sel 9-ben egyszer, a 27-ben pedig 3-szor. A következő lépésben a 15-et és a 40-et, mindkét számozható 5-tel, 15-ben az 5 megvan 3-szor, míg 40-ben az 5 megvan 8-szor. Vegyük még észre, hogy a 8-at és a 2-t is tudjuk egyszerűsíteni, mindkét számozható 2-vel. 2-ben a 2 megvan 1-szer, és 8-ban a 2 megvan 4-szer. Miután nem tudunk tovább egyszerűsíteni, összeszorzom a számlálókat, az lesz a 4, és összeszorzom a nevezőket, az lesz a 9, tehát a végeredményem 4 9-et. Figyeljük meg a második feladatunkat, úgy szintén szorzás és osztás szerepel a feladatban, viszont az előfordulás sorrendjében most a szorzás áll előtt, tehát azt jelenti, hogy először a szorzást végzem. Úgy is mondhatnánk, hogy olyan, mintha a szorzat zárójelben lenne. Alakítsuk át a zárójelben lévő vegyes törtet, Áltörté, hogy tudjunk utána egyszerűsíteni. A 9,55-öt egyszerűen csak lemásolom, a 2,112-ed, 2, 12, 2 12 az 24, plusz 1 az 25, tehát ez lesz a 25,12-ed. Ha már itt vagyunk, oldjuk meg az utolsó osztást is, alakítsuk át szorzattá. Az 1,144-nek keressük a reciprok értékét. Ezt átalakítás nélkül is meg tudjuk oldani. A 44 volt először a nevező, most ez lesz a számláló. Számoljuk a folytatást. 1 44 az 44, plusz 1 az 45, ez lesz tehát a nevező. Hasonlóképpen, mint az előző feladatnál, itt is három törtet kell, hogy összeszorozzak, próbáljunk meg egyszerűsíteni. Első lépésként a 9-et és a 45-öt egyszerűsítem, hiszen mindkét számozható 9-szel. 9-ben a 9 megvan egyszer, 45-ben a 9 megvan ötször. Következő lépésben az 55-öt és a 44-et egyszerűsítem 11-jel, 55-ben 5-ször, 44-ben pedig 4-szer. A 25-öt akár az egyik, akár a másik 5-össel is tudom egyszerűsíteni, ezt is teszem, csak lépésről lépésre, először az egyik 5-össel, 5-ben az 5 megvan 1-szer, 25-ben pedig 5-ször, és a következő lépésben a két ötöst egyszerűsítem, mind a kettőnél egy 1 marad ami még maradt, a 12 és a 4, mindkét számot tudom egyszerűsíteni 4 12-ben a 4 megvan 3-szor, 4-ben a 4 megvan 1-szer. Miután tovább nem tudok egyszerűsíteni, ha összeszorzom a számlálókat, csupa egyesek, tehát a számláló 1 lesz, a nevezőknél pedig a szorzat 3, tehát a végeredményünk 1 harmad. A folytatásban nézzük a harmadik feladatot, amelyben már egy zárójel is szerepel. A zárójel miatt így most a szorzást végzem először, mert különben az előfordulás sorrendjében az osztás szerepelne. Tehát először is az első részét a feladatnak, csak lemásolom. Egyedül annyit tehetünk, hogy a 2,79-et rögtön alakítsuk át átört, hiszen így is úgy is szükség lesz rá. 2 x 9 az 18, 27 az 25, tehát ez lesz a 259 az osztást meghagyom még osztásként, hiszen először a zárójában lévő szorzást kell, hogy megoldjam, ami azt jelenti, hogy az első törtet lemásolom, 3,22-ed, és a 6,19-et átalakítom úgy szintén áltörté, 6x9 az 54, plusz 1 az 55,9-ed. És a zárójel mutatja, hogy először a szorzást végzem el. A feladat első részét továbbra is csak lemásolom, tehát a 25-9-et osztva, és most a zárójelben a szorzásnál egyszerűsítek. Egyszerűsíthetem a 3-at és a 9-et 3-mal, 3-ban a 3 megvan egyszer, 9-ben a 3 megvan háromszor, míg a másik ágon a 22-t és az 55-öt tudom egyszerűsíteni 11-jel, 22-ben a 11 megvan kétszer, 55-ben a 11 megvan ötször. Tovább nem tudok egyszerűsíteni, összeszorzom számlálót számlálóval, egyszer 5 az 5, illetve a két nevezőt, kétszer 3 az 6. És láthatjuk, hogy a feladat folytatásában egy egyszerű osztást kell, hogy megoldjunk, alakítsuk át szorzássá, hiszen nem tudjuk számlálót számlálóval osztani, és nevezőt nevezővel. Az első törtet csak lemásolom, a 25 et és ezt megszorozzuk az 5 hatodnak a reciprok értékével, ami a 6 öt próbáljunk meg egyszerűsíteni, láthatjuk, hogy itt is van rá lehetőség. A 25-öt és az 5-öt egyszerűsítem 5-tel, 25-ben az 5 megvan 5-ször, 5-ben az 5 megvan 1-szer. A 9-et és a 6-ot tudom egyszerűsíteni 3-mal, 9-ben a 3 megvan 3-szor, 6-ban a 3 megvan 2-szer. És a feladatunk végén szorozzuk össze a számlálókat, 5-ször 2 az 10, és a két nevező 3 szor 1 az 3. Mivel a számláló nagyobb, mint a nevező, ezt még átalakítjuk vegyes törté, 10-ben a 3, három, megvan 3-szor, és a maradék 1, tehát a végeredményünk 3 egész és 1 harmad. A negyedik feladat úgy szintén tartalmaz zárójelet, mégpedig pontosan a feladat közepén. Ami azt jelenti, hogy először a zárójelet oldjuk meg, majd az előfordulás sorrendjében először az első osztást, majd a második osztást. Mivel először szorozni kell, a zárójelen belül próbáljunk meg egyszerűsíteni. A 14-et és a 35-öt mindkét számot el tudom osztani 7-tel, 14-ben a 7 megvan kétszer, 35-ben pedig 5 -ször. A másik ágon a 45-öt és a 18-at 9 el tudom egyszerűsíteni, 45-ben a 9 megvan 5-ször, 18-ban pedig kétszer. A folytatásban a feladat első részét csak lemásolom, tehát a 635 öd osztva. Most már nincs is szükség arra, hogy írjam a zárójelet, hiszen a zárójelem belül el tudom végezni a két törnek a szorzását. Számlálót számlálóval 2x2 az 4, nevezőt nevezővel 5x5 az 5. És a hátra maradt osztást úgy szintén csak lemásolom. Ahogy már feladatunk elején említettem, a szorzat után az első osztást végezzük el, hiszen olyan, mintha ez külön zárójel lenne. Ez azt jelenti, hogy az első törtet csak lemásolom, osztást átalakítjuk szorzattá, és a 4 25 ödnek veszem a reciprok értékét, az lesz a 25 negyed. És ha már itt vagyunk, akkor az utolsó osztást is alakítsuk át szorzattá, a 15 14 nek a reciprok értéke a 14 15 -d. Mivel már csak szorozni kell ezeket a törteket, próbáljuk meg egyszerűsíteni. Többféleképpen lehet egyszerűsíteni, például a 6-ot és a 4-et kettővel el tudom osztani mindkét számot, 6-ban a 2 megvan 3-szor, 4-ben a 2 megvan 2-szer. Továbbá a 35-öt és a 25-öt mindkét szám 5-re végződik, így értelemszerűen 5-tel egyszerűsítem, 35-ben az 5 megvan 7-szer, 25-ben pedig 5-ször. A következő egyszerűsítés a 7 és a 14, mindkét számot tudom 7-tel osztani. 7-ben a 7 megvan egyszer, 14-ben pedig kettőször. Még mindig tudok mit egyszerűsíteni. A 3-at és a 15-öt, mindkét számot el tudom osztani 3-mal. 3-ban a 3 megvan egyszer, 15-ben pedig 5-ször. A folytatásból vegyük észre, hogy van egy fönt és egy lenti ötös, ezeket tudjuk egyszerűsíteni és hasonlóképpen a két kettest is leegyszerűsítem. És miután mindent egyszerűsítettünk, nézzük, hogy mi maradt, láthatjuk, hogy a számlálóknak a szorzata is egy, a nevezők szorzata is úgy szintén egy, egy per egy úgy szintén egy, tehát a végeredményünk egy. És leckénk befejező feladatában láthatjuk, hogy két zárójel is szerepel, van egy belső zárójel, és van egy külső zárójel. Tudjuk, hogy mindig a belső zárójelrel kezdünk, éppen ezért a feladat többi részét, tehát a 35-36-od szorozva, majd a külső zárójelben lévő 45 49 et osztva ezt a részét csak lemásolom. A belső zárójelben egy osztást található, ezt átalakítom szorzattá. Az 1,916-od áltörtként 1x16 az 16 plusz 9,25, tehát 25,16-od amint említettem, az osztást átalakítom szorzattá. Az osztó egy vegyes tört. Ennek a reciprok értéke, mivel 12 volt a nevező, most ez lesz a számláló. Számoljuk a nevezőt. 2 x 12 az 24, plusz 11 az 35. Így már a belső zárójelben két törtnek a szorzata található. Próbáljunk meg egyszerűsíteni. Vegyük észre, hogy a 25-öt és a 35-öt is el tudom 5-tel osztani. 25-ben az 5 megvan 5-ször, 35-ben pedig 7-szer. A másik ágon a 16 és a 12 mindkét számozható 4-jel, 16-ban 4-szer, 12-ben pedig 3-szor. A feladat első részét továbbra is csak lemásolom, tehát a 35-36-od szorozva, továbbra is marad egy zárójel, 45-49-ed, osztva, és nézzük a belső zárójelben lévő szorzatnak az eredményét, 5x3 az 15, és 4x7 az 28. Így megszabadultunk most már egy zárójeltől, maradt még egy. Ebben a zárójelben egy osztást található, ezt is alakítsuk át szorzattá. 35-36-odot továbbra is csak lemásolom, szorozva, és az árujában lévő osztást úgy oldom, alakítom át szorzattá, hogy az első törtet lemásolom, az a 45 49 el és megszorzom a 15-28-nak a reciprok értékével, vagyis a 28-15-del. Innentől kezdve már könnyű dolgunk van, hiszen csak szorozni kell, illetve a szorzás előtt nézzük meg, hogy mit tudunk egyszerűsíteni több mindent lehet egyszerűsíteni. Talán első lépésben a 35-öt és a 15-öt mindkét számot elosztom 5-tel. 35-ben az 5 megvan 7-szer, 15-ben az 5 megvan 3-szor. Ugyanezt a 7-es tudom egyszerűsíteni a 49-el is, 7-ben a 7 megvan 1-szer, 49-ben pedig 7-szer. A 36-ot és a 45-öt tudom egyszerűsíteni 9-szel, 36-ban a 9 megvan 4-szer, 45-ben pedig 5-szer. A 28-at tudom 4-jel is és 7-tel is egyszerűsíteni. Nézzük először, hogyha 7-tel egyszerűsítünk, 7-ben a 7 megvan 1szer, a 28-ban pedig 4-szer, így a következő lépésben a 2 4 le tudom egyszerűsíteni, és miután tovább nem tudok egyszerűsíteni, ha összeszorzom a számlálókat, az 5, ha összeszózom a nevezőket, az pedig 3. Az 5 harmad, mivel a számláló nagyobb, mint a nevező, még átalakítom, vegyes történ, 5-ben a 3 megvan egyszer, maradék 2, tehát a végeredményünk 1,2 harmad. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!